Kína szerint átlépte a vörös vonalat, Petro Pavel szombaton megválasztott cseh elnök azzal, hogy hétfőn telefonon egyeztetett Tsai Ing-wen tájvani elnökkel. Pavel biztosította partnerét, hogy Csehország és Tájván is osztja a szabadság, a demokrácia, valamint az emberi jogok értékeit, ezért megerősítik partnerségüket. Ismét felszólítjuk a cseh köztársaságot, hogy komolyan tartsa tiszteletben az egy Kína elve melletti politikai elkötelezettségét, és tegyen azonnali és hatékony intézkedéseket az incidens negatív hatásainak felszámolására, hogy elkerülje a kínai-cseh kapcsolatok helyrehozhatatlan károsodását, fogalmazott a kínai külügyminisztérium szóvivője. Tájván Peking kínai területnek tartja, amelynek nincs joga a független diplomáciai elismeréshez. Pavel azt mondta, szerinte az egy Kína elvet ki kell egészíteni annak második felével, azaz egy Kína, két rendszer.